Ez az új szennyvíztisztító telep, amit Európai Uniós támogatásból finanszíroztak Beregsurajban. A projekt részeként 2724 méternyi csatornahálózatot és 4 átemelő szivattyút építettek a 30 köbméter per nap kapacitású telephez. A beruházás értéke meghaladja 200 millió forintot, a projekthez szükséges önerőt az Európai Unió erre a célra elkülönített alapjából és a lakosság hozzájárulásából finanszírozták. A szennyvíz csatornahálózat majd az egész települést lefedi. 86%-os lefedettséget biztosít a településen, a maradék kieső 2 utca szakaszra az idén nyújt be a település a második ütemben pályázatot, bízunk abban, hogy sikeres lesz. Fontos és mihamarabbi megoldásra váró probléma a Beregben a szennyvíz elvezetésének és annak tisztításának a kérdése. A felszín és a felszín alatti vizek védelme érdekében minden településen igyekeznek kialakítani a csatornarendszert. A megyei szennyvízprogram végrehajtása jó halad, 50 településen kezdődnek majd meg belátható időn belül ezek a beruházások, az építkezések. Azokon a területeken a legégetőbb a probléma, belátható időn belül ezek a gondok meg fognak oldódni. A beruházás a környezetvédelem mellett a munkahelyteremtésben is segít. Comba Sándor, a térség országgyűlési képviselője és egyben a foglalkoztatásért felelős államtitkár azt mondta, a cél, hogy ezekben a munkálatokban minél több helyi lakos kapjon lehetőséget. Ez tipikusan olyan jellegű munka, amit részben géppel, részben pedig kézzel lehet végezni. Tehát akár az apasztó tározó esetében, akár a szennyvíz esetében is a következő időszakban a jelenleg nagyobb létszámban szeretnénk előkészítési utómunkálatok, vagy akár adott esetben a konkrét munkavégzés kapcsán is. Nyilvánvalóan nem egy gépet 80 emberre szeretnénk kiváltani, tehát nem az a matematika él, de az nagyon fontos, hogy amit kézi munkával meg lehet tenni, ne segélyt, hanem ha más nem, akkor ezen keresztül munkabért biztosítsunk minél több család számára. A Beregben a közeljövőben több jelentős beruházás építése is elkezdődik, ezek közül az egyik legfontosabb az árapasztó tározó lehet.